Tiszteletem Önöket, Hölgyeim és Uraim! A mai kis videóval beszeretném mutatni a málnát. Mit kell vele csinálni, hogy teremjen rendesen, és pár szót a málnáról. Tehát a málnáról azt kell tudni, hogy én most a hagyományos málnáról beszélek, ugye? Mert van az a későbbi, a daily, amíg elég későig terem. De abból is nagyon sok az átverés. Azt mondják, hogy ilyen késői málna, és közben eladják a hagyományos málnát. Mert csak nyerni szeretnének rajta. Na jó, az nem érdekel. Majd azt ott egy másik kis videóba elmondom, hogy milyen az a fajta. Most lássuk eztet. Tehát pár szót a málnáról, azt szeretném mondani, hogy a málna az én tudomásom szerint a 2 éves kis hajtásokon terem, ugye? Mindez itten. Így. Ez 2 éves kis hajtás. Mondjuk ezt ittem már, tehát ez a 2. éves, édesanyám megmetszette. Tehát inkább azt mondanám, hogy lekaszabolta 30-40 centire. 50 centire, ahogy jött, megfogta, lekaszabolta. Tehát a málnánál mi a nagyon fontos, mikor metszük? Ugye? A málnánál úgy kell metszeni, hogy nem szabad csapokat hagyni. Ez nem szőlő, látják? Ezek minden vannak száradva. Ezeket most szépen megfogom, és mindet kitöregetem. Így, látják? Miért? Azért, mert ez leszárad, és akkor belemegy a betegség, teljesen belemegy. Félbe látják? Ezeket mindet le kell törni, ugye? Szépen megfogjuk. És mikor mik metszük, ezt egész le, ide a földig kell lemetszeni. Nem szabad csapokat hagyni rajta. Egyáltalán. Mert belemegy a betegség a tövibe. Na jó van, lássuk itten. Tehát... mikor ezek a hajtások kibújnak, ugye? Megfogjuk, eztet felengedhetjük, akár 2 méterig is, ameddig csak megyen a hajtás. És mit csinálunk vele? Lecsípjük, de csak a végét, értik? Mondjuk vegyük eztet, hogy ez volt a kis szárazabb hajtás, és csak a legeslegvégét metszük meg tavasszal. Tehát eztet tavasszal kell. Jó, ősszel is, ami le van száradva, ami nagyon száraz, azt le lehet vágni. De mondjuk ez 2 méternél van, és lecsípjük a hegyét. Minek? Azért, hogy provokáljuk, hogy hozzanak ki ilyen ódalhajtásokat, ezekből lesznek a termések itten, majd fog ő valahol virágozni. Látják itt. Ezekből innen szerintem fog jönni majd lassan a virág. És akkor ez szépen tele lesz egész fel, hogyha lecsípjük a hegyét. A legeslegütő utolsó rügyet, a hegyét. Lecsípjük, ugye? Tehát ez az egyik módszer, hogy felengedjük egész mondjuk 2 méterig. De ott mi lesz a gond? Ott az lesz a gond, hogy nagyon magas lesz, és hogyha jól fog teremni, az megfogja, és el fog dőlni. Érték? Azzal mit tudunk csinálni? Csinálunk egy jó kis támrendszert, neki mondjuk leütünk 2-3 karót, attól függ, hogy milyen messze, milyen hosszú a sor. Leütünk 2-3 karót, középre húzunk egy szál drótot, és megkötögetjük. Mondjuk, mint a lugason a kis szőlőt. Megkötögetjük, és akkor nincs a veszély. Nem lesz gond vele, hogy eldől a súly alatt, mert ő majd, hogyha sokat fog teremni, akkor el fog dőlni. Értik? Ez az egyik módszer, hogy felhagyjuk 2 méterig. De hagyhatjuk, mik mondjuk mind ennek a duplája, csak itt az a baj, hogy itten
ez itt egész ide fel üres. Na, itten lesz egy pár kis elágazás, 4-5 kis hajtás, és ez ennyi, jó, ez majd megnő szépen, csak ez sokat nem fog teremni. Tehát a második módszer az, amikor meghagyjuk egy ilyen 1-20-ra, 1 méterre. Ottan viszont kevesebb lesz a termés is, de nem kell támrendszer neki. Így van. Tehát ez benne a lényeg. Milyen távolságra tegyük a málnát? Hát itten szerintem megint nincsen jól. Ezt egy olyan 50 centire kéne tenni. Tehát itten kéne egy legyen. És szerintem ottan. Mert ami itt jött ki, már valamelyiknek a közepiből, tehát valamelyiknek a gyökeréről jött ki. Vagy ilyen sűrűn volt téve, vagy amazottan valamelyiknek a gyökeréből jött ki. De miért? Gond az. Azért, mert én szerintem egy olyan 50 centire kell tenni, ugye? Hogyha 50 centire van téve, itt középen nincsen semmi, mert a málna az nagyon felületes a gyökere, tehát nagyon fent dolgozik. A föld tetején mondjuk. Nem éppen a tetején, de nem megy nagyon le a gyökere, és akkor egyből jönnek ki a hajtások, de akkor nem tudjuk követni rendesen. Ezt ki lehet szedni, elajándékozni, vagy eladni, vagy eldobni, ami a közepén van, mert hogyha innen megint jönnek ki a hajtások, ez is majdnem úgy kell csinálni, mint a Rivizlivel, ugye? Csak annyit kell tudni, már mondtam, de még egyszer megismétlem, hogy a második éves hajtásokon, termékkarokon, mondom én, terem a hagyományos málna. Innen majd ki fog jönni, látjuk, hol van, itten van. Itten meg tudom mutatni szépen, így, tehát ez lenne a fő, ugye? És akkor itt lent látják, itt, ez lesz az új hajtás, lentről. Ennél is meghagyunk 3-4-et a jövőbelire, de hogyha középen is lesz, akkor nem tudjuk követni, nem tudjuk szépen rendbe tartani, hát akkor össze-vissza lesz minden, nem tudjuk mégnek a gyökeréből jött ki, és hogy? Meghagyunk 3-4 kis hajtás a jövőbeli, megtakarítjuk szépen ősszel, ami száraz, kiszedjük, és jövő tavasszal lecsípjük a hegyit. A hegyit. Na, jó. Tehát ennyi volt a hagyományos málnáról. Az én tapasztalataim, az én kicsit utána is jártam, de még van egy trükk. Micsoda az? El szeretném mondani önöknek, hogy tudjuk megduplázni a termést. Hogy tudjuk megduplázni a termést a málnánál? Tehát mikor már elkezd jó, 50 centis legyen a hajtás. Kb. Olyan 50-60 centis. Mit csinálunk vele? Na, ide figyeljenek. Zöld meccés. Hallottak erről a málnánál? Megfogjuk, lecsípjük a hegyét. Ezt fogom én csinálni a szőlőnél is. Majd bemutatom, hogyha lesz rá alkalom, hogyha lecsípjük a hegyét, akkor minden ilyen oldalhajtásból megduplázódik, triplázódik a hajtás. És akkor dupla-tripla virág lesz rajta, és dupla lesz a termés is. Csak ottan nagyon vigyázni kell, akkor meg kell etetni rendesen a növényt. Én inkább hagyom csak így, párat megmetszek zölden is, de akinek nem nagy mennyiségre van szüksége, nem eladásra csinálja mondjuk az, az hagyhatja úgy is. De hogyha még megfogjuk, lecsípjük, akkor
annyi oda, annyi hajtás lesz rajta, majd a szőlőnél is ugyanúgy akarom csinálni, hogy aztat majd meglátják. Csak jó kaján, be kell neki. Jól meg kell etetni, hogy teremjen. Azt, hogy mivel, meg mit, meg hogy, aztat majd egy másik videóban szeretném elmondani. Tehát a lényeg az, az összes ilyen száraz kórókat nem szabad csapra hagyni a málnát. Ezt a mindet le. Nézzék meg itt is. Itt van. Ezt a mindet meg kell fogni. És szépen mondjuk én így csak kitaposom. Itt is. Itt van egy kis sóska. Nincs semmi. Itt a kis ribizle, amit elültettem. A múltkor. Na, itt már jobb, itt van egy kis bokor. Csak nagyon le volt vágva, ilyen 25-30 centire. Jó, van rajta 1-2-3 hajtás. Tehát majd zölden meg fogom metszeni mindet. Legyen több rajta. Ez itt tiszta szára. Látjuk, milyen szépen ki. Így. Itt még van. És itt is. Azután majd szépen megfogom. Megfogom, rendbe fogom hozni őket. Jó van. Ezt szerettem volna bemutatni. A kis málnáról remélem, hogy mindenki tudott belőle valamit kihozni. Elmondtam valami újat, vagy már tudtak róla. Én csak beszeretném mutatni, hogy hogy csinálom én. Ez itten édesanyámnál van. Jó, ő nem várhatja meg, hogy meddig jövök én majd megcsinálni, mert minden, de most már megpróbálok egy kicsit sűrűben jönni, és odafigyelni rendesen. Látják, ott már a szomszédnál, ott már magasabbnél. Magasabbra hagyták. Ott már milyen szép négy hajtás van rajta, mindegyiken. De még magasabbra, lehet ezt 2 méterre is hagyni, vagy 1-20-ra. És csak az utolsó, végső rügyet kell visszavágni. Tehát így néz ki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézi a kis videót. Ha gondoljátok, van egy kis csoportom, ott még teszek fel képeket is, meg tudjuk dumálni a dolgokat lassan, ahogy engedi az ideje, az időm. A kis csoportnak a neve az, hogy csemegeszőlő, gyümölcsfa és kertészet fertőzöttei. Fertőzött. Ha tetszett a kis videó, iratkozzanak fel a csatornámra, nyomjanak egy lájkot, és hogyha érdekli önöket, csinálhatok még ilyen kis videókat, amit én tudok, tapasztaltam meg. Fogok tapasztalni, elmondom önöknek, de ez a kis zöld metszéssel, hogy megduplázzuk a málnának a termését, ez jó kis dolog, meglátják. Hát, ha majd otthon, mert otthon is van, hogy 2 bokrom, be tudom mutatni majd a zöld metszést, és lássuk, hogy hogy fejlődik, mennyi lesz rajta, amit majd a szőlőnél akarom jól megmutatni. Jól van. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte a kis videót. Vigyázzatok a kis málnáiktokra, mert nagyon jó, egészségesek. Én ide nem teszek rá semmit. Elég kövér a föld. És minden jót. Viszlát!